A város kulturális és művészeti életének eseményeivel, érdekességeivel a Pécs TV kulturális híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! Hétvégi érdekességek a város kiállító termeiben, kórusszene a Csontvári Múzeumban és a 17. országos kisplasztikai biennálé nyitánya a Pécsi Galériában. Ha velünk maradnak, többet is megtudhatnak mindezekről. Csekély a kínálat a világ zeneirodalmában humorból. A Bach énekegyüttesnek mégis sikerült összegyűjteni egy műsorra való mosolyfakasztó csokrot, melynek előadása ugyancsak próbára tette az énekkar tagjait. Az éneklés mellett ugyanis komoly színészi teljesítményt is igényel a művet prezentálása. A Bach énekegyüttest nem kell bemutatni a pécsi közönségnek, hiszen évek óta meghatározó szeretője a város zenei életének. A Lakner Tamás vezetésével működő csoport mindig is próbálta más oldalát is megmutatni a kórusműveknek. Ilyen oldal lehet a humor. Sőt, ha mondják a komoly zenészekre, hogy szomorú zenészek, hát van is benne valami igazság, mert sokat szenvedünk, kínlódunk a színpadon, énekeljük a drámaibb, a líraibb, fájdalmasabb műveket, és legfeljebb egy-egy koncerten egy-egy vidámabb dolog elhangzik. Mi most úgy gondoltuk, hogy kicsit hagyományoktól eltérünk, és kifejezetten ezt a koncertet annak szenteltük, és be akarjuk bizonyítani, hogy a kórus énekes, a kórus éneklésben is van humor és jó kedv és fantázia. A humort persze nem kis feladat dalba öntve előadni. Itt lenni a koncertnél sokkal inkább a színpadiasság jobban előre jön. Különben megmondom, hogy nyugaton már elég komoly irányzattal kezd kinőni, hogy színpadi próbálják tenni a kórus éneklést, főleg mondjuk a folklor részében, de én azt hiszem, hogy ez talán a jövőnek egyik új irányzat, és lehet, hogy ezzel még több embert lehet megszerezni a kórus muzsikának. Hát úgy gondolom, hogy viccet mesélni sem könnyű, humoros darabokat is épp olyan nehéz a hallgatóság számára is élvezhető módon megjeleníteni. Egyrészt azért, mert hogyha mondjuk egy stílus paródiáról van szó, az adott korszaknak a jegyeit is fel kell vonultatni, és hát épp azokat a dolgokat, amit mondjuk egy klasszikus komoly műben is meg kell csinálni, azokat a dinamikákat vagy stílus elemeket, azokat épp a humoros műben is, plusz még játszani is kell hozzá. Tehát nem egy könnyű műfaj, úgy gondolom. A közönség minden esetre kitörő lelkesedéssel fogadta a kuriózum számba menő próbálkozást. A szokásostól eltérően ezúttal tavasszal nyitotta meg kapuit a 17. országos kisplasztikai biennálé. Az ok részben, hogy a tavaszi fesztiválhoz kapcsolódjanak. Ám van egy ennél prózaibb indok is, nevezetesen, hogy a pályázati terminusok sora is tavaszra esik, s a biennálét kizárólag pályázati pénzekből és külső forrásokból finanszírozzák. A pécsi tárlat fontosságát és rangját jelzi, hogy bár Budapesten a műcsarnokban ez időtájt rendezik az országos szobrászati kiállítást, mégis közel 200 pályázó szobrász közül 72 alkotóművel látható városunkban. Pécs 17. alkalommal házigazdája a kisplasztikai biennálénak. Az itt szerzett elismerés nem csak a szakma fülében cseng jól. A kisplasztika definíciója sosem volt egyértelmű. Ezzel már nagyon régóta kínlódnak a szakemberek, egyszerűen nem csak azért, mert valamiképpen ez megfoghatatlan, hanem azért is, mert maga a szobrászat, a plasztika is megfoghatatlanná vált, különösen az elmúlt 3-4 évtizedben. Fantasztikus módosulások, változások, különböző művészeti ágok egymásban játszása jelentkezik, anyagok, technikák, megmunkálásmódok, formai lelemények, mindig újabb és újabb vívmányok és felfedezések lépnek be, és így maga az, hogy mi egy szobor, azt is nagyon nehéz körülírni vagy meghatározni, hiszen mondhatjuk azt, hogy egy térbe helyezett, valami tárgyasult gondolat vagy művészi szándék, de már nem fogadhatjuk el ezt a meghatározást, amikor egy lézer kép térbe helyezésével állunk szembe. Az idei díjazottak legfontosabb jellemzője, hogy fiatalok és merészek.
utalatok a nagydíjas Zsemje Ildikó alkotásaira, ahol különböző fémvázakra szerelt kis tálcákon játékvonatok jelennek meg, vizesárkok, moha és fű és föld és ilyen kis mélyedések között. Egy varázslatosan érdekes, szinte mesélő, de ugyanakkor nagyon mély metaforákba is beszélő műegyüttes az övé. Míg a Barász Tamás és Erős Ágost Koppány, illetve a Böszörény István munkái egy nagyon redukált, nagyon szűkszavúan beszélő, tömör szobrászi kifejezés. Nagyon-nagyon régóta szobrász szerettem volna lenni. Talán kisiskolás koromtól kezdve. És én így lettem, és aztán felvételeztem a középiskolába, ott kerámia szakos voltam, és utána a főiskolára. Akkor már elkezdtem fejeket mintázni, nagyon szerettem portrét mintázni, és így felvételiztem oda. Kis plasztikai biennálé még nem kaptam díjat, Magyarországon se kaptam díjat. Egy szobrász versenyen egyszer harmadik lettem Japánban. Hát a szobrász az nagyon vidám lesz tőle is borlog. A szobrára jobban vigyáz ezentúl erre a szobra. Kedvesebb lesz neki ez a szobor. Szerintem, mivel nincs rávésve a szoborra, hogy meg nem is kell, hogy ezt tudják, a szobornak ettől függetlenül van egy önálló élete, amint ezentúl élni fog, és legfeljebb egy információ lesz abban az életben, ami, hát reméljük, egy hosszú életű szoborról van szó, tehát egy szép pillanat lesz az életében ez a díj. Vannak olyan munkák, amiket nem adok el, amik a szívemhez nőttek. Hát ez azért nem az a szobor, tehát ez egy korrektül megcsinált jó szobor, amit az ember kellő kondíciók mellett szívesen megválik. A 17. Kisplasztikai Biennálé kiállításának anyaga április 15-ig tekinthető meg a Pécsi Galériában. Kedves nézőink, a kulturális híradó végén a Figyelőt olvashatják. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra. A Pécs TV kulturális tájékoztatója a művészet kezelőinek.